démoni, boszorkányos, varázslatos. Ezek a jelzők jutnak eszünkbe a holland tervezők Viktor és Rolf, azaz a V és R divatház kreációit nézve a párizsi divat hét kifutóján. Viktor Horstinggel valami spirituálisat akartunk hozni a csillogásba, magyarázza Rolf Snören, és hozzáteszi, hogy a csillogás már önmagában is egyfajta varázs. A varázslást azzal tettük boszorkányosabbá, hogy napjaink környezeti károkozására reflektáltunk, meséli a tervező. Rolf Snören és Viktor Horsting 1993-ban alapította a V és R divatházat, aminek szellemiségét a kezdetektől az avantgárd határozza meg. A karnevál hangulatát hozta a párizsi nyárba a libanoni divattervező, a francia fővárosban élő Élisab is. A merész és látványos estéik szimpadiasan drámai hatást keltenek. A kínai stílus becsempészése a kreációkba fokozza ezt az érzetet. Ki mondta, hogy a gallérnak a nyaknál kell megállnia? Jean-Paul Gaultier-nél biztosan nem. Visszajött Vazarelli kinetikus dizájnja a 70-es évekből épp úgy, mint a középkori királykisasszonyok fátylai. A latin szenvedély és a titokzatosság elfedi, hogy ezzel megmutathassa viselőjét. A taps nem maradt el, az első sorokban ünnepelte Gaultier-t, Catherine Deneuve és Christina Aguilera is.